Mérföldkőhöz érkezett a nagy templom felújítása. Helyére került a keresztény vallás legfontosabb szimbóluma. Az aranyozott keresztet és a toronygömböt ma délelőtt emelték fel a templom tornyára. Amint egy 3 méteres, több mint 70 kg-os aranyozott keresztet és a körülbelül 100 kg-os toronygömböt óriási daruk segítségével emelték fel, mint egy 75 méteres magasságba ma délelőtt. A munkát nehezítette az erős szél, de a szakemberek leküzdve ezt az akadályt sikeresen elhelyezték a legfontosabb keresztény szimbólumot a templom torony tetején. Érdekesség, hogy a toronygömbben egy időkapszulát is elhelyeztek, hogy képet adjanak az utókornak arról, milyen volt az élet Kecskeméten a restaurálás éveiben. A nagy templom felújítása 2019-ben kezdődött. A Magyar Templom Felújítási Program keretében a toronysisak mellett a teljes főhomlokzat is megújult.